Pénteken kezdődik a futball Európa bajnokság, most sorra vesszük azokat a nagyon fontos kellékeket, amik ahhoz szükségesek, hogy valakiből profi drukker váljon. Mit lehet nátok kapni? Szartól a rakétáig bármit. Vannak olyan eszközök, amiket mondjuk hangot adnak. Így van, zajkeltést szolgálnak. Mini buvuzelaként bemutatnám őt. Ez az úgynevezett szurkolói tapsoló. Adok neked egy piros cukit belőle, én a kékkel dolgozom. Klasszikus. Valaki nagyon ideges lesz a kereplőtől, akkor közben egy kis nyugi labdával tudja nyugtatni magát. Tehát egy nyomkodás. Átmegyünk a vizuális és plusz hangkeltő irányba is. Ez egy szurkolói botnak nevezett valami, ebbe beleillesztjük a fújókát. Felfújjuk az egy párat. Tehát ennek ez a célja mind a mellett, hogy ugye közben visual effektusnak mondták. És egy nagy kedvencünk az óriás tenyér, ő hangkeltésre kevésbé alkalmas, mint viszont inkább ilyen szabadtéri rendezvényekhez, stadionülőpárnak. Egy rekeszen demonstrálom, letesszük, ráülünk, és mikor elfáradunk, vagy a büfébe megyünk, akkor összehajtjuk, és egy kicsit komfortosabb, biztonságosabb érzetet keltő eszköz. Nem tudom, hogy mi a neve, de ezt is hasonlóképpen használni. Hogy mindig ott legyen nálunk az EB-nek a menetrendje, hűtőmágnes, és nagyjából ennyi. Egy jó meccsnézéshez kell egy jó tévé is, ennél talán egy kicsivel jobb. Jelenleg ez a legolcsóbb 32-szoros, majdnem 82 cm átmérőjű készülék az áruházunkban, ez jelenleg 65 ezer forintba kerül. Ez azoknak a vásárlóinknak ajánljuk, akik átlagos felhasználók. Sporteseményekre, valamint akciófilmnézésre nem ajánljuk ezt a készüléket, mert nem olyan intenzív neki a mozgása. Tehát azt lehet mondani, hogy a fanatikus sportrajongók és foci őrültek ne ezt a készüléket vásárolják meg. Ez egy 42-szoros készülék, ezt tudnánk ajánlani, tehát 42-szoros készülék a 107 cm takar. Ez egy 150 ezer forint értékű készülék, apró ledek vannak körbe rakva a képernyőn, és ezek adják a fényt. Sokkal erősebbek a kontrasztok, a feketét sokkal feketébbnek látjuk. Ezt a készüléket már tudom ajánlani a sportrajongóknak. Ez most jelenleg teljesen a felső kategóriás tévénk, jelenleg ami kapható az áruházba. Ez már nagyon nem is tévé, hanem egy szórakoztató centrum. A bekapcsolása, ha nem találjuk a bekapcsoló távirányítót, akkor hangvezérléssel be tudom kapcsolni. Nem azt fogjuk mondani, hogy szerállj, tárulj, hanem az, hogy hi TV, power on. Tehát kis angol nem árt hozzá. Igen, és hangosan kell beszélni, tehát ha a szomszéd átkopogtat az a falon, akkor... És bekapcsolt. Tényleg bekapcsolt? Tényleg. Ez már egy 800 Hz-es készülék, tehát tökéletesen igen. Ideális a sportesemény. Hi TV, power off. Yes. Oh. A szurkolás rejtelmeiről sportos kollégánkat is megkérdezzük. Mi a különbség egy EB és egy magyar válogatott meccs közötti szurkolás közt? Hát elsősorban a néző szám, ugye, mert azért jó nagy csarnokokat felhúztak oda Ukrajnába és Lengyelországba. Hát és ugye mindenféle kultúrát láthatunk, tehát a hollandtól, az angolon át, az orosz, a lengyel, mindenhol énekelnek. Meg egyen dresszbe kell öltözni, tehát például a hollandoknál narancssárgába szigorúan még alsógatja is. A magyarokról ugye lehet tudni, hogy nem feltétlenül ezek a nyugodt futballnézők. Melyik nemzet még az, amelyik hasonló hevességgel nézi a meccseket? Hát mindenképpen az olaszok. Ők nekik el tud gurulni a gyógyszerük. De hát, hogyha olyan van, akkor bármelyik futball társadalom megőrül. Ki nyeri az EB-t? Hogyha a bundabotrányt nézem, akkor Olaszország, mivel hogy ez általában beszokott nekik jönni, van is egy ilyen mondás, hogy hiába van Patelli a világbajnok Itália, de hát nem járnak messze az igazságtól azok, akik spanyol, holland, német győzelmet várnak.